Tüntetőket oszlattak a rendőrök Tiranában. Az albán fővárosban békésen indult több ezer tüntető demonstrációja, még nem néhány rendbontó kövekkel kezdte dobálni a parlamentet védő rendfenntartó erőket. Előzőleg néhányan be is akartak jutni a parlamentbe, miután kétszer körüljárták az épületet. A rendőrség könnygázt és vízágyúkat vetett be, többen megsérültek. Az ellenzéki tüntetők előrehozott választásokat követelnek, valamint a hivatalban lévő kormányfő Edi Rama távozását az állami szervek szerintük korrupt működése miatt. A következő választásokat elvileg 2021-ben tartják Albániában.